Lehet, hogy George Michael megsértődött. Eredetileg ugyanis nem a koncert estén, hanem már néhány nappal előtte érkezett volna Magyarországra. A sértődés persze nem biztos, de okot adhatott rá, hogy a jegyek jó része nem kelt el elővételben. Óriási készülődés előzte meg a szupersztár magyarországi fellépését. Mi is ott lehettünk a kulisszák mögött, mint ahogyan a reptéren is elcsíphettük őt. Hosszú-hosszú várakozás és már-már FBI-os összeesküvéseket is meghaladó titkolózás után így érkezett George Michael Budapestre. Az egyik rajongó egy görög focimeszt tartott a kezében. Erre a sztár kihámozta magát a biztonsági őrök gyűrűjéből, és a kordonhoz lépett. Mindenkivel kedves volt, és még arra is maradt ideje, hogy válaszoljon a rajongók kérdéseire. Jártál már korábban Magyarországon? Nem, most járok itt először. Akkor miért mész el ma éjszaka? Ebben még nem vagyok biztos. A sztár az előzőleg jelzett időpontnál két nappal később érkezett. A szervezők először azt mondták, hogy már hétfőn Pesten lesz, és elfoglalja az egyik legnívósabb szálloda elnöki lakosztályát. Majd állítólag, mikor megtudta, hogy a koncertjén csak félháznyi tömeg fogja várni, inkább lemondta az utazást, és egyre hátrább tolta a Ferihegyi landolás időpontját. Elképzelhető, hogy megsértődött. Csatornánk műsorvezetője István Dániel gyerekkori álma volt, hogy az imádott énekessel találkozhasson. Nos, itt az alkalom, hisz a szervezők őrá bízták a koncertre összegyűlt tömeg bemelegítését. Dani lesz a DJ a színpadon. Borzasztó, mert ez tök nagy dolog, hát kicsit parázom, hogy nehogy beégjek. A szervezők pedig már több nappal a sztár érkezése előtt nekikezdtek a Puskás Ferenc stadion átépítésének. Ezt szinte szó szerint kell érteni, hisz a koncertre egy olyan, idehaza eddig még sohasem látott technikát alkalmaznak, ami egyedülálló látványban fogja részesíteni a rajongókat. Az egész színpad hátoldala egy hatalmas, csúcsminőségű videófal lesz, ami az énekes mögött meghajlik és folytatódik az egész színpadon. A sztár és zenekara így egy hatalmas képernyőn állva fogja előadni a dalokat. A nézők számára úgy tűnhet, mintha a végtelen térben énekelne a művész. A hangom már nem olyan tiszta, mint régen, de az a sok dolog, amin keresztül mentem, azt a hangommal tudom kifejezni. Épp ezért a korábbi zenéimet kicsit unalmasnak találom, nem ívódott még beléjük az élet. Úgy látszik, talán ezzel a fantasztikus látványvilággal próbálja kárpótolni rajongóit, a szerinte nem annyira tiszta hangért. Persze azok, akik részt vesznek majd a koncerten, biztos megbocsátják George-nak. 43 éves vagyok, és évekig éltem úgy, hogy fittyet hánytam az elvekre, szabályokra, amiket anyám adott át nekem. Ennek az az oka, hogy apám erős nyomás alatt tartott, lefordította a fejem, és rám kényszerítette, hogy kérjek bocsánatot, amikor szívem szerint nem is kértem volna. Lehet, hogy ezek az elvek, vagy éppen az atyai nyomás miatt George igencsak különleges kívánságlistát adott le a szervezőknél. Az öltözőjében két nagy pálmának és egy természetes anyagokból készült szőnyegnek kell lennie. A bútorokat pedig egyenesen a sztár csapata hozza magával. A nagy készülődést ma délután már a Puskás Ferenc stadion környékén is érezni lehetett. Rajongók gyülekeztek a bejáratoknál, akik türelmetlenül várták, hogy végre bejuthassanak. Amíg ők várakoztak, a zenekar már nagyban próbálta az esti repertoárt. Egy hatalmas csapat biztonsági ember pedig alaposan átkutatta a stadion környékét. George semmit sem bíz a véletlenre. Akkor sem, ha még a koncert kezdése előtt két órával is maradtak eladatlan jegyek. A váló az 16.900, az üdül az pedig 9.900 és 14.900-asok vannak még. Aha. Ez nem kevés. Nem, már csak ezek vannak. Tehát volt még egy drágább jegy is 19.000, és abból már nincsen például. Ez azért még maradtak egyek, persze, azért nincsen olyan, hogy teljesen terházi. Az egyik bebocsátásra váró rajongó megmutatta nekünk a jegyét. Az övé 25.000 forintba került. Nem csoda, hogy nem kelt el az összes. A jegyvégeket szigorúan gyűjteni kell, mert el fognak vele számolni. A produkció, a szervezők, mi mindenkit ellenőrizni fognak, úgyhogy figyeljük a jegyvégekre, jó? A koncert előtt két órával pedig begördült a Konvoja stadion kertjébe. George Michael magyarországi látogatásának fontosságát az is jelzi, hogy biztonságáról a magyar rendőrség gondoskodik. Bár állítólag nem fognak nagyon kifáradni, mert a híresztelések szerint a sztár a koncert után azonnal a repülőtérre hajt, és tovaszáll.